szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a advent első vasárnapján. Elcsendesedünk, egy imádsággal és egy énekkel fogjuk elkezdeni a mostani alkalmunkat. Mindenható Isten, nagy a hála a szívemben, hogy lehetőség van arra, hogy összegyűlünk. Lehetőség van arra, hogy elkezdjünk egy ünnepsort. Lehetőség van arra, hogy felkészüljünk egy nagyon fontos eseményre. Jézus Krisztus a világ megváltójának, a földre jövetelének, első földre jövetelének a megemlékezésére. Köszönöm néked, mennyei atyám, azt, hogy alkalmas az idő. És segíts arra, hogy ezt az alkalmas időt ki is tudjuk használni. Én azért is imádkozok, atyám, hogy akik vették a fáradtságot és ebben a borongós, hűvös időben itt vannak, azokat érintse meg a te igéd. Hiszen pontosan azért vagyunk itt, hogy meghalljuk a te hangodat, meghalljuk a te szavadat. Mit üzensz nekünk? Mit szeretnél tőlünk? Köszönöm néked, atyám, azt, hogy a te kegyelmedet, szeretetedet ma is bőven árasztod. Ebből szeretnénk néhány szeletet átvenni. Jézus nevében. Amen. És most énekünk egy éneket. Tehát ez az ének egy kicsit rávezet arra, amiről szeretnék most itt a kedves egybegyűlteknek beszélni. Az advent nyilván a várakozásról szól, itt már nagyon sok év óta halljuk, hogy miről szól az advent, ezt nem szeretném újból elmondani, hanem egy aspektusára szeretném a jelenlévőknek a figyelmét fölhívni, hiszen egy várakozásról van szó, és rögtön az elején mindenféle körbeírás nélkül leszeretném szögezni, hogy a mi várakozásunk Jézus Krisztus eljöveteléről szól. És nagyjából erről sem fogok többet beszélni, de azért mégis legyen értelme az itt létünknek. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a várakozásnak van egy olyan nézőpontja, van egy olyan része, amikor az emberben ki kell, hogy alakuljon egy vágy. Valamire várok, nyilván amire várok, az valamilyen szükségemet próbálja kielégíteni, betölteni. De addig, amíg az emberben nem alakul ki egyfajta hiányérzet, egyfajta ilyen nem komfortos érzet,
addig nem alakul ki benne egy bizonyos dolog, és ez nem más, mint a vágyakozás. Ezért is választottam ezt az éneket. Ezzel kezdi, hogy vágyod-e? És aztán tovább lehet gondolni, hogy mi az, amit az ember tehet, az ember léphet ebben az ügyben. Ebben az időszakban, amikor a várakozás időszaka van, akkor alapvetően két dolog történhet az emberrel, nem csak az adventi időszakban, hanem általában, amikor várunk valamit, és különösen akkor egy olyan dolognak a bekövetkeztét várjuk, aminek nem tudjuk a pontos idejét. Jézus Krisztus visszajövetelének a pontos idejét nem tudjuk. Nagyon sok világvége számítás már megdőlt, úgyhogy javaslom, hogy ne arra számoljunk. Tehát amikor nem tudjuk valaminek a bekövetkeztének az időpontját, alapvetően két dolog történhet az emberrel. Az egyik az, hogy valamilyen oknál fogva az ő várakozása az nem lanyhul, hanem idővel egyre inkább erősödik, fokozódik. A másik oldalon meg azt lehet sokszor tapasztalni, hogy ebben a várakozás időszakban az ember egyszer csak belefárad. Elkezdi elveszteni a képet, az összképet, elkezdi elveszteni a motivációt. És ebben a kettőben mozgunk, e kettő között éljük az életünket. A vágyakozás témát azért szerettem volna nagyon idehozni, a gyülekezetünkben egyébként már ezzel foglalkoztunk, mert hiszem azt, hogy ez egy kulcsa lehet annak, hogy ami adventi és egyébként a Jézus Krisztusra való várakozásunk, az ne egy lefele ívelő görbe legyen, hanem egy egyre erősödő, egyre inkább kiteljesedő vágyakozás legyen. Nyilván a vágyakozásunknak sok tárgya lehet. De mint említettem, mi Jézus Krisztus visszajöveteléről gondolkodunk, ez a vágy van bennünk, hogy találkozzunk ő vele. Ahhoz, hogy a vágyunk ilyen értelemben Jézus Krisztus felé nyitva kialakulhasson, egy nagyon fontos szempontra szeretném Isten igéjéből fölhívni a figyelmet. Hiszen van egy nagyon fontos kulcs ebben az egészben. Nyilván az ember él valamilyen környezetben, valamilyen hitvilágban, a kereszténységében, a hitében, a vallásában, vagy egyáltalán azon kívül. És az ember időnként meg kell, hogy álljon, szembesülni azzal, hogy egyáltalán ki vagyok én. Hogy mi van bennem. Pintér Béla az egyik énekében nagyon érdekesen és nagyon szépen fogalmazza meg, hogy az ember mélyén legbelül Isten alakul az űr. És amikor ez a gondolat elkezd úgy kiteljesedni bennünk, akkor elkezdjük érezni azt, hogy itt valaminek kell történni. Itt valaminek kéne történni az én életemben. És hogyha összehasonlítom az én életemet és az Istentől eddig nyert ismereteimet, és itt nyilván széles a skála, láthatja az ember úgy a szíve mélyén, hogy valami nincs a helyén. Ahogy Pintér Béla elmondta, hogy egy Isten alakú űr van bennünk. Nyilván az Isten alakú űrt maga az Isten fogja tudni kitölteni. Tehát az egyik kulcsa a vágyakozásunknak, a helyes irányba terelésének, hogy felismerjük, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mi a helyzetünk. Ha Istenhez viszonyítjuk a helyzetünket, nyilván nem lehetünk Istenek, most nem is erről van szó. De azt láthatjuk, érezhetünk a tiszta Istenhez, az én viszonyom, nem feltétlen mondhatom el, hogy feltétlen tiszta. A tökéletes Istenhez nem feltétlen mondhatom el, hogy az én viszonyom tökéletes. És sorolhatnánk egy csomó olyan dolgot, hogy elkezdjük ezt a vizsgálatot. És oda talán el kell jutnunk, hogy én önmagam kevés vagyok.
én önmagam nagyon sok mindent nem tudok megcsinálni, tehát kialakul bennem egy szükség, mint az elején mondtam, a várakozás egy valaminek a betöltése, ami egy szükségnek a betöltése. És elkezd kialakulni bennem egy szükség, és ezt a szükséget be kell tölteni. Mi is lehet ez a szükség? Konkrétan az, hogy Istenhez minél közelebb. Istenhez minél tisztában. Istenhez minél tökéletesebben. És rá kell jönnünk sokszor arra, hogy bizony nagyon sok hiányosságunk van. Ézsaiás, Zsoltárok könyvéből olvasok, nem is az Ézsaiásból, Zsoltárok könyvéből. A szegények elnyomása miatt, a nyórultak nyögése miatt bizony fölkelek, így szól az Úr, és védelembe veszem azt, aki arra vágyik. Védelembe veszem azt, aki arra vágyik. És ez egy nagyon fontos ige abból a szempontból is, hogy a vágyakozásunk az elkezdjen Isten felé kialakulni. Ez fogja megalapozni a várakozásunkat, ez fogja megalapozni majd, hogy amikor beteljesedik a várakozásunk, akkor ezt hogy fogjuk lereagálni. De még itt vagyunk a vágyakozás pillanatában. Azt mondja itt az ige, hogy védelembe veszem azt. És az első ilyen nagyon fontos kérdés az, hogy érzed-e? Érzed-e azt, hogy védelemre szorulsz az Isten részéről? Ez egy kulcskérdés. Ha valaki azt mondja, hogy nincs szükségem rá, akkor várjon meg, azt a végén megbeszéljük. De ha azt érzed a szívedben, hogy igen, én védelemre szorulok, nekem szükségem van a mindenható Isten oltalmára, itt van már rögtön nekünk egy ígéret, mert azt mondja az Isten, hogy én meg foglak védeni. Csak legyen vágy a szívedbe. Kezdjen el kialakulni benned. Ez az Isten alakú űr, ez kezdjen el föltöltődni én velem és az én igémmel. A másik, ami nagyon lényeges, és ehhez is egy Zsoltárt szeretnék majd olvasni. Amikor az ember éli a mindennapit, és most nagyon-nagyon sok mindenen vagyunk túl ebben az évben. Tehát ez egy nagyon combos év volt. Nagyon emberi kapcsolatokat, családot, gyülekezetet, társadalmat, mindent megpróbáló év volt. És időnként azt érezzük, hogy meg vagyunk kötve, gúzsba vagyunk kötve. Azt érezzük, hogy nincs mozgásterünk, azt érezzük, hogy nincs szabadságunk, és most nem a fizikaira gondolok, a szellemire. Mindazok a dolgok, amik az agyunkat, a szívünket, a szellemünket bombázzák, és igyekeznek megkötözni, ez is egy borzasztó állapot tud lenni az ember életébe. Azt írja a Zsoltár, a 119. Zsoltár, Uram, szabadításod után vágyódom. Uram, szabadításod után vágyódom. És itt is megfogalmazódik az, hogy Isten árasztaná kegyelmét, árasztaná szabadítást, de ki kell, hogy alakuljon az emberben egy vágy, egy érzés, hogy nekem szükségem van erre. Izrael népe Egyiptomban nagyon sokáig jól el volt. De egyszer csak olyanok lettek a körülmények, amik egyre inkább csavarták őket. És egyszer csak eszükbe jutott, hogy de hát mi nem vagyunk jó helyen. Isten nem ezt ígérte nekünk. És most ugorjunk egy nagyot az időbe, amikor érzed azt, hogy meg vagy kötözve, amikor érzed azt, hogy mindenféle dolog gúzsba köt, nem tudsz szabadon gondolkodni Istenről, magadról, környezetedről, akkor egyszer csak észreveszed azt, hogy én nem jó helyen vagyok, hát hiszen Isten egész mást ígért. És ez a felismerés, ez egy gyújtója, egy kiindítója annak, hogy elkezd egy vágyakozás kialakulni bennem, benned. Azért, hogy ebből kilépjek. Azért, hogy ebből tovább lépjek. Azért, hogy Isten ígéreteit, amiket már ismerek, azokat birtokolni tudjam. Azokat az ígéreteket, amiket még nem ismerek, megismerhessem, azért, hogy tovább tudjak lépni, hogy tovább tudjak menni.
Az advent egy ígéretnek a beteljesülését vetíti előre. De ha ez az első lépés, ez a vágyakozás, az Isten alakú űr betöltése utáni vágyakozás nem tud kialakulni bennünk, nehéz helyzetben vagyunk. Nem lehetetlen, de nehéz. Én nagy szeretettel azt kérem a gyülekezetentől, határozottabban tudom kérni, de tőlük is szeretettel nyilván, hogy kezdjük el egy kicsit átgondolni a helyzetünket, a saját helyzetünket. Hogy hol vagyok én? Hol vagyok én az Isten által elővetített tervhez képest, az ígérethez képest? Mi az, amit már birtoklok? Mi az, amit még nem? Mi az akadály ennek? Mi az, amitől én nekem is azt kell mondani, hogy a szabadításodra vártyom, Uram, ezt a láncot vág le rólam, ezt a láncot vág le rólam, ettől szabadíts meg, ez ne legyen az életemben, mert elválaszt tőled. Elválaszt a találkozás a következőkben, majd bekövetkező találkozás örömétől, felszabadult örömétől. Én nekem az a képen mindig, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, már ha itt leszek, és másképp nem dönt a mennyei atya, hogy az egy örömteli pillanat kell, hogy legyen az életünkben. Nem egy katasztrófa helyzet, nem egy világ vége, hanem egy új élet, egy új kezdetnek a kibontakozása a kezdete. Hát elkezdhetjük ezt a felkészülést az erre való a Jézus Krisztussal való találkozásra, vagy itt a Földön, vagy itt a mennyben. Most meg fogjuk gyújtani az első gyertyát, és közben egy éneket még, egy rövid éneket meghallgatunk. Köszönöm, hogy eljöttek, megtiszteltétek ezt az alkalmat, és kívánok mindenkinek jó készülést. A következő ilyen alkalmunk jövő vasárnap 4 órakor lesz, és zárásként egy ének és egy áldást szeretnék elmondani. Mindig készen várjuk őt. Halleluja, halleluja.
áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon neked békességet. Amen. Alkalmunk véget ért. Mindenkit várnak szeretettel a szeretet vendégségre. Köszönöm.